és a halál. Varga Mihály egyike a Magyar Országgyűlés azon tagjainak, aki a rendszerváltástól 1990-től képviselőként nem csak figyelő, de cselekvő tagja is a magyar törvényhozásnak, aki kellő rálátással rendelkezik az elmúlt 30 év politika történetére. Ennek a rövid summázata a most megjelent parlamenti levelek Kumániába kötet, amely a későbbi generációk kutatói, történészei, helytörténészei számára nagyon fontos adatokkal szolgál, mondta a dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató ajánlásában, aki szólt arról is, hogy amikor Varga Mihály budapesti képviselő lett, akkor sem feledkezett meg szülővárosáról, Karcagról. Erről a kötet utolsó írása is szól. Kordokumentum abban az értelemben is, hogy az egyes folyamatokat nem csak kívülről szemléli, mutatja be, hanem legbelülről is ismerve tájékoztatja az olvasót. Az előszót jegyző Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke így ír: Varga Mihály politikai közösségünk tekintélyes és népszerű tagja, aki az őt övező tiszteletet a magunk mögött hagyott 3,5 évtized végtelenül kemény és becsületes munkájával érdemelte ki. Az a szolgálat, amit országgyűlési képviselőként mindenkori választókerületéért, illetve a nemzeti kormányok tagjaként az országért elvégzett, minden politikus és közéleti ember számára példát ad. A most megjelent könyvben olvasható cikkeket a Jászlóshun-Szolnok megyei egykori 8-as számú választókörzet képviselőjeként 95-től 2014-ig a Karcagi Hírmondó hasábjait közölte rendszeresen. Ebben az időszakban az akkor még nem színes külsejű heti lapban az írások, tudósítások szintén parlamenti napló címmel jelentek meg. A könyv fülszövegének tanúsága szerint a kötet anyagát több mint 400 írásából állította össze. Beszámolói újsághírként, aktualitásként születtek, tehát jelen idejű történelmi beszámolót olvashatunk az ezredforduló és az azt követő évek eseményeiről, az ország és a választókerület, egy alföldi kisrégió fontosabb eredményeiről, a politikai csatákról és az elvégzett munkáról. A most olvasható írások nem csupán a korábban megjelentek újra közlése, hanem azok újra szerkesztése, rövidített változatok is, hiszen az egész nem jelenhetett volna meg, mert akkor talán 1000 oldal is lenne ez a kötet is. Az egykori tudósításokat Varga Mihály miniszter úr jelentős jegyzetanyaggal bővítette ki a könyvben, így az egyes írások tartalmát a mai kor és a jövendő korok olvasójának könnyebb lesz értelmezni. Ugyancsak jól kiegészítik ezeket a cikkeket a fényképek, amelyeknek jó részét Dede Géza, a Karcagi Hírmondó korábbi szerkesztője készítette. A parlamenti napló című sorozatban megjelent tudósítások, országgyűlési tudósítások egy része nem csak a napi politikával, illetve a parlamenti történésekkel foglalkozott, hanem sok egyéb dologgal is. Így például, amikor 1997. április 18-ai cikkében bemutatta az ország és a világ talán legszebb munkahelyét, a magyar parlament épületét, amely abban az időben még nem volt annyira látogatható, mint nem volt annyira nyilvános, mint napjainkban. A kötet anyagát több mint 400 írásból állította össze a politikus, akitől jelen idejű történelmi beszámolót olvashatunk az ezredforduló és az azt követő évek eseményeiről, az ország és a választókerület fontosabb eredményeiről, a politikai csatákról és az elvégzett munkáról. Hogyan született meg a könyv? Ezt kérdeztük Varga Mihálytól a bemutató után. 97-től 2014-ig írtam a helyi karcagi újságba rendszeresen, amikor parlamenti ülés volt, parlamenti rovatot, egy parlamenti naplót, és néhány évvel ezelőtt a kollégáim mondták, hogy jó lenne ebből kimazsolázni egyet-kettőt, talán az összes nem kellene megjelentetni, de egyet-kettőt kimazsolázni, és egy kis kommentárral ellátva egy könyvbe összefoglalni, hiszen
20 évvel ezelőtti dolgokra már nem biztos, hogy emlékeznek akár a maiak sem, pláne a következő generáció. Úgyhogy ez a könyv így állt össze, szép emlékek kötnek hozzá, volt, amikor kormány oldalon, volt, amikor ellenzéki oldalon, volt, amikor 5 perc alatt kellett megírni, volt, amikor egy este volt rá, hát ez mindig a helyzet hozta magával. De így szépen össze tudtunk rendezni egy olyan válogatást, ahol nem a teljes parlamenti naplóírás jelenik meg, hanem én kis szemelvények, és akkor hozzá vannak fűzve dokumentumok, jegyzetek, fotók, hogy érthető legyen a mai közönség számára is. Hát 17 évnek azért voltak olyan eseményei, amelyek akár sorsfordítónak is nevezhetők, mert ha annak idején teljesül vagy megvalósul a akkori kormány elképzelése, hogy bezárják a karcai kórházat, akkor lehet, hogy ma nagyon sok gyereknek nem karcak szerepelne a születési helyként a személyigazolványába. Vagy arra gondolok, hogyha mondjuk a vasútállomás céltalanná válik, mert Tiszafüred felé már megszűnik a szájvonal, akkor szintén valamit veszít a város. Úgyhogy ebbe közös nagy erőfeszítések és küzdelmek voltak benne. Nagyon sokan éreztek velünk együtt, meg csatlakoztak a dolgainkhoz, akár csak egy aláírással, akár egy szimpátia tüntetésen való részvétellel. Szép emlékek kötnek ehhez az időszakhoz. Remélem, hogy aki majd belelapoz ebbe a könyvbe, annak is felidéződik belőle néhány. Elhangzott, hogy a szülővárosa szereti önt, és ön is szereti Karcagot. Jó példa, hogy jótékony célra ajánlja fel a könyv bevételét. Arra gondoltam, hogy miután a könyv létrejött, megszületett, megvalósult, ezek után keresünk neki valami jótékony célt, és polgármester úrral beszélve arra döntöttünk, hogy a gyepmesteri munkák ellátásához egy kis támogatása sosem árt, hogyha van. Úgyhogy aki megvásárolja ezt a könyvet, azt a célt is szolgálja, hogy a város rendezettebb, tisztább, élhetőbb legyen. A ma esti alkalom 300.000 forintot hozott a konyhára, ezt továbbítani fogjuk a életlékeseknek, és hát remélem, hogy ami még van könyvünk, az is el fog fogyni a végén, az is ezt a jó célt szolgálja.